Sziasztok srácok, folytatjuk a Van Helsinget, és a mai részben nagyon úgy néz ki, hogy le fogunk menni a térképről, legalábbis a küldetés címe ezt akarja sugallni nekünk, úgyhogy menjünk is szépen oda a teleporthoz, és üröm szakadék átkozott liget. És nem szeretem az átkozott dolgokat. Nagyon rosszat sejtek, és nagyon olyan érzésem van, hogy ez a Van Helsing 2-nek a vége. Hát legalábbis gondolom. Menjetek már innen, pokkok! Úgy. Hát mennyi pokk van itt? Na most találjam ki, hogy hova kell itt menni. Jelölésem nincs a térképen. A pokkálóba belemegyek, lelassul a mozgásom. Nem szerencsére. Hát a kis pókok megrohadhatnak ott, ahol vannak. A nagyok is. Te meg ne köbdössé már onnan. Te meg gyere ki a mérgező szarból. Vagy a savas vérből. Undorító. Hajj meg! Meg. Te is hajj már meg, jó? Kösz. Hallod, és még jönnek? Fogyjatok már el. Széttöröm a tojásokat, és akkor nem jön belőlük semmi. Így. Na nézzük. Nyilván. Jó, azt mondják, hogy jó irányba haladok. Tehát az nekem rossz. Nézzük már el erre. Jó, Zsák utca. Annyira jó, hogy így a faj kitakar mindent, és alig látom, hogy hova megyek még. Mi támad rám? Értem én, hogy áttetszőek lesznek, de eléggé zavaróak. Hát maradjunk annyiba, hogy ezek a pókok sem túl kedvesek. Bár mondjuk inkább ezek... Oh! Mint a robotok meg a puskás Józsik. I need healing. Na. Jézusom. Hát megmondom az őszintét, én az így. Van 4 darab átok rúd, amit el kell pusztítanom, és akkor tudnak utánam küldeni erősítést. Marha jó. Szükségem van rá, mert ezek a pókok, ezek nagyon, nagyon nem kímélnek engem. Oh! Gyere ki abból a savas szarból! Meg ne köbdössé me! Hol van a haverod? Az is meghalt. Jó, megvárjuk. Itt most megválunk egy picikét, hogy visszatöltsön. 27 másodperc alatt töltődik vissza. A poti.
Úristen! Jó, hát az egy nagy darab lesz. Erre mi van? Nagy! Azt próbáljuk ki. Nem tart sokáig ez az időlassítás, de kurva jó. Fogjuk használni. Na, mocsokpókok, gyertek elő. Tudom, hogy itt vagytok valahol. Mondjuk ebben van egy csomó. Úgy. Nem kell pók. De oda hogy jutok át? De nem tudok átmenni. Mi a fene? Akkor hogy pusztítom el? Hát illetve hát fel kell törni, de most érted. Meg van egy sérült katona. Meg ne akadjál már el. What happened to you, soldier? The general didn't expect these monsters. And we reached the nests where huge things bred terrible spiders. Did Haka survive? He got out with his best soldiers and left us here to die. Bárcsak ő is megdöglet volna. You stay here, Harker's brave minion. Our boys will get here eventually. Ja, és jó megölnek. The most powerful artifact of Bogovia is almost within your reach. Szóval királyai és királynői. Végez a kövér özvegyel, végez a fekete fosztogatóval. Az már megvan. Meg a leviatánnal. A foltos leviatán. Azt a kurva, valami rám esett és megdöglöttem. Honnan? Tehát kim vagyok egy kikurt erdőben. Honnan az Istenből esett a fejemre egy ilyen kő? Te meg akarsz halni, én tudom. Ja, meg... Na, ide figyeljé! Te engem, te nem köbdösöl. Úgy. Nem szabad. Ó, de jó. Na, szóval van szintlépés. Az kell nekem a C. Ez így jöhet, meg adjál így HP-t is. Oké. Aztán képzettségpontok. Az időlassítást. Most már 6 másodpercig tart, és eddig 3 volt, csak mondom. Most már sokkal tovább fog tartani. Hát 2-szer annyi ideig konkrétan. Hallod, ez mi volt? Ezek milyen pókok voltak, így nekem rohantak, és így egyből rip. Jó, ezzel meg vagyunk, tehát így jutunk át ide. First you jump into that gate without hesitation. Then you are willing to destroy the ancient magical protection placed on the land of the Deathless himself? You were the one who told me that the Deathless was only a myth. I'm not afraid of a legend. But I never said that he didn't live at all. And he clearly left his mark on this land. And if Harker achieves his goal, de jól néz ki amúgy. Bogovia will look like this.
Ezek van a szopkodók? Mert valamit elszívnak. Valamit szívnak. És nem a pöcsömet. Támadjál már! Hát rekattintok az ellenségre, és csak rohangálsz körbe-körbe. Ott van, dögölj meg! Na végre. Fú, de nagyon rosszat sejtek, hogyha én erre most elindulok. Just imagine the possibilities, Van Helsing, of you and me having that kind of power. Aha. Inkább nem gondolok bele, jó? Anyádat! Jó, megvan a következő ilyen cucc. I don't understand this, Van Helsing. How could he be dead if his death is still around here? The Hunter Guild has several documented cases where magicians use this method. Az honnan esik? And did you believe these stories? Me? Never. But this is Borgovia. If this could happen anywhere, it's here. Ezeknek de sok HP-jük van. Ezekből mielőtt kijönnek a kis szarok, széttörjük, nem kellene. Look at those mauled corpses. They didn't know what hit them. Harker is desperate. He is willing to sacrifice his best soldiers. Mhm. Ott mennyi ilyen kicsi van. Jó, ezt a nagypókot el kéne innen csalni. Mondjuk ide. Azt üssed már, meg azt, meg azt, meg azt, meg azt, meg azt. Jó. Én csak bízom benne, hogy eltalálom, amit kell. Jó, ez volt a kövér özvegy. Dögöljetek már meg, hát... Aj, undorító kis szarok. Az se kell. Jó. És nézzek, nem találja el. Menjetek már innen. Azaz. Döglés. Nem halt meg, hallod? Jó. Ez itt kész. Your Kimura has recovered from its injuries and is ready to hunt. Mi? Megsérült a kimérem? Mély sérült meg. What's the hold up, Hunter? Why are you wasting our time? Fejezd már be! Mi vesztegeted az időnket? Anyádi. Nem szeretem az ilyen mérgezős pókokat. Hogyha meghalnak, akkor egy paca szétfolyt mindenfelé, és ha belemegyek, akkor fáj. Ilyeneket meg utoljára a hegyen találtam, vagy érted. Ezt a fajta ellenséget utoljára. Ez Hitchcock volt? Ja nem, itt van egy kurva nagy madárijesztő. Hú, ezt most meg nem mondom, hogy melyik filmből van.
Melyik filmben van egy ilyen madár ijesztő? Mert biztos vagyok benne, hogy ez is valami filmes utalás. Fejezd be! Így. Szinte biztosra veszem. Annyi filmes utalás ebben a játékban, hogy nem igaz. Az ott mi az? Aha. Bugos a kiírás, nem tudom, hogy mennyit kell még feltörni. De jó, hogy már előttem van. Mit mondtam, hogy előttem fog ide érni? Haladj! Mozdulj már meg! Konkrétan így kattintok az ellenségre, és így állok és nézek. Ha csak nem ez a mágiájuk, hogy lebénítanak. Azt nem is figyeltem, hogy mivel támadnak. Azaz! Ezeket a szarakat törjük szét nagyon gyorsan. De... ki mondta, hogy gyertek ide? Én akarok ide jönni? Itt van egy halott katona. Ezek attacks were definitely made by Dryads. Makes sense. If this is their land, they must be the unwilling guardians of the artifact. This might be a good time to mention that the Dryads have a queen, the Great Tree Mother, the Silent Goddess. Maybe they have dethroned her and live in a democracy now. Ah, nyilván. Oh! Mondjuk azt, hogy Katarina meghalt, az nem volt olyan rossz, hogy megsebzett mindenkit a közelében, elég csúnyán. Szintlépés, és mindjárt belehalok. Hagyjatok már békén! Nesze! Dagolj meg! Úgy. Milyen menő lenne egyébként a kimérát? Nem tudom ide kihozni magammal. Azt úgy értékelném. Na. Átkozott lidérctör. Annak nekem nem kell. Ilyen béka szobor meg volt az erdőben. Jaj, tudom, hova akarok visszamenni. Eszembe jutott valami. Na majd egyszer, hogyha nem felejtem el. Na! Even the local flora has been tainted. That sounds really bad. Elnyomtam a beszélgetést, mert éppen harcoltam. The tree spirits, flesh like bark, branches for limbs, peaceful nature. I suppose they are not that peaceful anymore, not to mention some other changes. Itt valami biztos, hogy lesz. Először ezeket törjük már szét. Meg ezt is. Ne jöjjenek. Mi? Azt is. Meg valahol itt is van. Az nem az. Csak ne nagyon szaporodjanak el ezek a dögök. Jó, ezzel meg vagyunk. Na, szintlépés. Kell nekem. A HP-t adjál most. Úgy.
Bocsánat. Az időlassítást 5-ös szintre húzzuk. Így. Tényleg most, hogy néz ki az időlassítás? 7 másodpercig. És 33%-kal sebzek nagyobbat rájuk. És akkor itt lesz a Leviatán, mi? Aha. Oszta! 4500 kritet nyomok rá. Ez komoly, hogy egyszer... Hát mondom, 0 HP-val, de megölöm. Hát a játék úgy gondolta, hogy nem. De csak egy pontom van. Haladjál már. Hihető volt. Mennyi aranyom van egyébként? 200 000. Jó, most akkor innen visszamegyünk. Meglátogatjuk a kimérőt. Meg hogy az ilyen elhalálozások ne kerüljenek ilyen drága pénzbe. Ezen változtatunk egy kicsikét. Na így. Na, nem sokára el tudom küldeni oda. A következő szintre. Na, szóval. Az összes pénzemet berakom. A ládába. Ja, hogy már oda raktam be egy csomót. Én ezt elfelejtettem. Down with science. Ezért fogyott el nekem a pénzem akkor az előző részekben. Az összeset kiraktam a izébe. A ládába. Na várjál. Vannak Katarinának ruhái. Ezeket megkukkantjuk, hogy melyik az, ami jobb. Ez sokkal jobb. Ezt vedd fel szépen. Aztán az öv, nem kell, nem kell, nem kell, ez se kell, nem kell. Nézzük meg Katarinának, hogy át tudom-e adni ezt a gyűrűt? Méregsebzés... Így. Oké. Time to teach him a lesson. Ezeket is szépen eladjuk. Nem kellenek. Bolt. Nem a bolt kell, és akkor a kimérőt azt hiszem elküldtem, ugye? Elküldtem? Nem, csak el akartam. Menjél ide vadászni. Kimérő idomár. Amán igen. Nem. Várjál csak. Fürge. Kimérő idomár. Nem, nem igazán fontos az. Jó. És akkor visszamegyünk ide. Most sokkal, de sokkal kevesebb pénz van nálam. Tehát, hogyha esetleg meghalnék, akkor nem 20 000-ért fogok feltámadni. Hanem töredékig, kb. 2000-é. Az én rohadtul nem mindegy. Na nézzük. Valószínűleg erre kell jönni. Hawker has engaged in combat with the guardians of the treasure. Don't waste your time. Jó van, haladok, na. Én már ilyen fa emberek. Oh! Az Isten csináltok!
az nem tudom mi... Menj már onnan! Elakadsz már ilyen bokrokba meg mindenbe. Na már csak te vagy. Öv. Na várjál, közben Katarina tud szintet lépni. Jó. Na nézzük, szívóság. Még nagyobbat robbanjál, hogyha meghalsz. Erre mi lehet így eljönni? És visszafelé most a nyakamba zúdult volna 600 pók. Tök jó egyébként, szart se látok a fáktól. We must be close to the place where Harker was heading. Get ready. Kerünk, kerünk. Közben elnyomom a beszélgetést, mert bejöttem. The battle has already begun. Ó, itt a fa anya. A Tree Mother. Egyszerre kell megküzdened mindkét ellenfélel. Eligazítás. Jó van. Ezt tüntesd már el innen. Most el kell pusztítanom, mint a ke... Ó, anyád. Az jó kezdődik. Őrült behemót, dögölj meg! Ú, a lángszóros, csak ragyanan! Kösz. Nincs is annál jobb, amikor két tűz közé keveredsz. Tudjátok, mit kéne elnyomnom? Hát először egy hílt, aztán meg egy ilyet. Ne bánts, faj, én barát vagyok. Azt a rohadt életbe. Ó, kijött egy ilyen nagy. Áú, mondom, hogy barát vagyok, hagyjatok békén. Pusztulj! Azt a... Menj, ott a lángszórós, azt töld meg! Kérhették egyébként segítséget. Mondjuk oda egy légi csapást. Ők is kérnek légi csapást.
Kurva menő az időlassítás amúgy. Nagyon élem. Jó. Légy színe, dobálj a szaroddal! Oda, erősítés! Sőt, oda meg légicsapást kérek. Gyere már onnan! Most? Mondom most? Katarina meghalt. Ez nagyon hosszú harc lesz, azt a rohadt életben. Anyádat! Erősítés is kell. Azt a kurva. Halljatok meg mindannyian! Örülök neki, hogy sikeresen visszatért a vadászatra, mindjárt megdöglök. I need healing! Nem... Gondoljátok úgy, hogy kicsikét túllőtték ezt a boss harcot? Így a magyar srácok. Kicsikét soknak érzem.
Menjél ki onnan! Ez nem sokára elpusztul. Még egy szintlépés halad, és időm nincsen egyébként elnyomni a pontokat. Ki belőle. Jó, futunk egy kört. Jó, azok pusztítsák csak el egymást nyugodtan. Haladjál már! Hallod és elakadok mindenben, hihető. Jó, az baj. Jó, legalább ezt nyomjuk el. Nem is azt akartam, bazd meg! Hanem ezt! Időlassítás! Hopp, ez baj. Jó, ez mindjárt kiszabadul. Tessék, ott a healing. Jaj, a fejemre esik a szikla. De úgy érzem egyébként, hogy a csávót sem lesz egyszerű ezt a Harkert megállítani. Tehát aki, hogy most elgyengül. Oké, és most menjek oda is. Meghalt. Meghalt. Én azt hittem, hogy még meg kell csapdosni. Oh! Jó, akkor most már csak az ilyen erdő lények vannak. Oh. De, és hogyha én nem akarom... Szóval érted? Jó, és itt mit üssek, hogy meghalljon? Mert ő nem gyengül el, ahogy látom. Úristen. Ide, erősítés. Hol van? Aha, őt kell ütni. Hát, feltéve, hogyha kijutok innen élve.
I need healing. Nem, nem, nem. Ott nem tudok tovább menni. Ott nem tudok egyszerűen tovább menni. Nem tudom, hogy miért. Én próbáltam. Oda. Végül csak 320 ezer HP-ja van. Míg a másiknak a... Na, meg csak 64 ezer volt. De egy kicsikét több élete van. De mi lenne, hogyha egy kicsikét így odébb mennék, és az emberek is így hozzáférnének? Így. Ja, hogy te csinálsz ilyet. Hát erről nem volt szó. Ah, és megjött az erősítés is, hurrá! Jó, egy időlassítást. Szintlépés, nagyon jó. Na, már az életének több mint a felét levertem. Megy ez, megy ez. Te is hajj már meg. Úgy. Nyomjunk már be egy ilyet, hagyj fájjon neki közben. Jó, megjöhet egy erősítés megint. Á, ez most már innen meg kell, hogy legyen. Easy. Gyerünk! Meg lesz! Uha, jön az erősítés közben. Még mielőtt ide érnének. Égeznem kéne ezzel a fával. De nagyon gyorsan. Megvan! Van Helsing, I am so grateful. You prevented Harker from using the greatest arcane power in Bogovia. And you basically handed it to me on a plate. It still needs a lot of work. But trust me, I will do wonders with it. Please forgive me if I skip the part where I tell you how I used your truly admirable fight for freedom to achieve my goal. Mondtam én, hogy valami gyanús veled. Afterwards would have been fantastic. Annyira éreztem, hogy... This spell only allows me a short time here. Meg fantasztikus lenne megvívnunk. Aha. Anyát picsáját. Az kiderül, hogy a főgenyó végig te voltál, mi? Az eltűnt. Csecs! I did everything within my power to liberate this land from the clutches of madness. I destroyed a whole army of machines and defeated incredible monsters, only to suffer the betrayal of my closest ally. Bizony. The road to hell is paved with good intentions, they say. Unwillingly,
I let Prisoner 7 obtain the most terrifying force in Borgovia. But whatever inhuman creature is hiding behind the mask, he made a grave mistake. Mégpedig? I am still alive. Ja, hogy még élek. Hát, I'm ready igen. To hunt again. Úgy érzem, hogy ő lesz a final boss. Valahogy úgy érzem, hogy ő lesz a final boss. Ez is kesztyűt dobott. Nem tudom, hogy miért, de úgy érzem. Valamiért. Mert most Van Helsing azt mondta, hogy új vadászat indul el. Hogy alig várj, hogy megkezdődjön az új vadászat. Hát igen, ez a hetes számú fogoly, ez tényleg hátba szúrt akkor minket, és akkor most a kezére játszottunk végig. De egyébként Katarina megmondta már az elejétől kezdve, hogy neki valami nagyon gyanús. És én is éreztem, hogy valami nincsen rendben vele. Most vissza kéne menni a rejtek helyre. De én előtte bejárom a térképet. És megnézem, hogy... Hogy... Vannak-e tárgyak, amiket fel tudok venni. Lootolni kell. Mert akkor a nagy fejetlenség volt, hogy egyszerűen nem volt időm szétnézni. Tessék. A harc közben itt neki állni, lootolni. Az annyian voltak, mint az oroszok. Na de nézzük meg. Katarina, mondom. Katarina. Beazonosítjuk. Katarina. Hát bízom benne, hogy ezek a cuccok, amiket most találtam, ezek sokkal durvábbak lesznek. Nem. Nem, mondjuk lecseréljük neki. Na nézzük, öv, nem jó, kesztyű. Nem jó, mert lassú leszek tőle. Nem. Nem. Hmm. 9% HP. Minden ellenállás. Manám lesz kevesebb. Viszont a védelmem meg a HP-m az több. Jó, ezt a csizmát még megtartjuk. Ennek kevés a effektje. Ott van egy kesztyű. Itt is beazonosítjuk. Plusz 5% minden sebzéshez. Jobb a védelem. A DPS az viszont nem olyan jó. Na majd. Mondjuk attól függetlenül, tehát most így sebzek, vagy ilyen gyorsan támadok, ha ezt felveszem. Nem igazán érzem a különbséget a kettő közt. Meg ezt felveszem, 18 penge mágiát kapok. Meg plusz 5% sebzés mindenre. Hát adod ide azonnal. Így. Visszamegyünk a bázisra. Meg kell bűvölni azt a kesztyűt. Kurva jó volt ott egyébként a zene, csak mondom. Nem nagyon tetszett. Ezt a kesztyűt meg kell bűvölni. Ez sokkal jobb, mint ami...
amin volt. 40% tárgyvédekezés. Mondjuk nem is rossz. Így. És akkor lett egy kis némi védelmünk. Na. Hello. Ebbe a kesztyűbe tudok rakni úgy bármit. Ó, igen. Jó, megvan, tehát jelzi a játék, ahol vannak ezek a lila csíkok, ezekbe a tárgyakba tudok rakni eszenciát. Ánytudomány, ez manát ad. Tíz HP, nem. Alapkitérési érték. Nem. Eszencia kapacitás. Arany. Fizikális megtestesülés. HP találatonként. 25% tárgyvédekezés. De mi van akkor, hogyha én ezt ide rakom, meg ezt is, és fejlesszük. Meg ezt is ide rakom, meg ezt is ide rakom, és ezt is fejlesztem. Majd egy ilyen 50%-osat, meg egy ilyet ide berakok. 100% védekezés, 8 mana, meg ánytudomány. Fejleszt. És akkor ebből van egy. Na nézzük, és hogyha ezt én berakom mondjuk ebbe az övbe. Nem tudom, mert nem fér bele! Aj, túlfejlesztettem. Jó, picsába. Túlfejlesztettem. Akkor valószínűleg a kertjébe se fog beleférni, mi? Nem, hát. Túlfejlesztettem. Francba. És hogyha másikat rakok ide? Na nézzük csak. Ezt rakjuk be ide ebbe a kesztyűbe. Illesz bele. Jó, és akkor még tudok belerakni. Oké. Már világos, hogy hogy működik ez a dolog. És tudom növelni az eszencia kapacitást. Na elmész anyádba. Ne. Hogy növeljem már még fel? Nem tudom növelni. Jézus úristen. Ez menő amúgy. És ilyen lett a kesztyűm. Úristen! Jó, srácok, én ezzel videón kívül, oké. Így a Van Helsing 2 végére rájöttem, hogy hogy működik ez a dolog. Videón kívül én ezzel el fogok szórakozni, én úgy érzem. Hogy a mostani felszerelésünkbe pakoljak ilyen cuccokat. És el tudsz menni ide az éteri birtokba, menjél vadászni.
Jó. Beszéljek a parancsnokkal a rejtekben. Jó van, de nem most. Na bár mondjuk, de beszélhetünk vele, mi baj lehet. Max tovább dob a játék a harmadik részben. Van Helsing, there is something you might want to see, urgently. The civil war is barely over, and now we have a new problem. A strange ink gate has opened in the lair. We don't know where it leads or what might come through that rift, which qualifies as a problem, I suppose. Prisoner 7 disappears in the ink, and then a rift opens up here. I don't like this. I will enter this gate and find out how it could be closed down. Új küldetés. Derítsd fel a tintában ragadt városkát. Jó, majd felderítjük. Aha, itt van. Úgyhogy ez menő. I've got the poison. I've also got the remedy. Ez tetszik nekem. Mondjuk csak az övbe tudok pakolászni. Alapépség. És mindig csak egyet tudok belerakni. És akkor itt tudok eszenciákat kombinálni. Oké. Ezzel el lehet itt akkor időzni egy kicsikét. Tehát most én azt mondom, hogy az övem jöjjön ide. És akkor rakjuk bele ezt. Oké. Majd én azt mondom, hogy még rakjuk bele, nem tudjuk belerakni, mert ez már is sok. Még ez is sok. De ez még belefér. Meg talán még egy. Nem, ez már nem fér bele. Menő. Ez kurva menő. Nem értettem egyébként korábban, hogy ezek a lila csíkok egyes tárgyak mellett mik. De most már világos. És akkor ott írja, hogy eszencia kapacitás. Aha. Jól van. Jó, hát ez így már is más a leányzó fekvése. Itt kaptam valami új dolgot. Alkimista. Aha. Itt meg egy ponton van. Na jó van, srácok. A következő részt innen fogjuk folytatni. Átmegyünk ezen a tintakapun, aztán majd meglátjuk, hogy hol lyukadunk ki, úgyhogy én most egyelőre elköszönök, de innen fogjuk folytatni legközelebb. Sziasztok!